Vince Laurent európai parlamenti képviselő jelenlétében mutatta be polgármester jelöltjeit, valamint helyi és megyei tanácsos jelöltjeit a máramarosi RMDS. A nagybányai polgármester jelölt felvázolta a Zöld Terv elnevezésű helyi választási programot. Rekordszámú jelöltet indít a helyhatósági választásokon az RMDS Máramaros megyei szervezete. Olyan nagy településeken is indulnak jelöltek a magyar képviselet színeiben, ahol eddig még soha, mint például Borsabánya vagy Máramaros-sziget. Fontos számunkra, RMDS számára, hogy minden magyar közösséget képviseljünk, mindenhol jelöltet állítsunk, programot hozzunk nyilvánosságra, hiszen eszközök vagyunk a romániai magyar közösség kezében, és azt szeretnénk megerősíteni a közelgő, a június 9-i választáson. Bízom abban, hogy nyerni fogunk, győzni fogunk, megmarad a hangunk Brüsszelben, és erőnk lesz itthon Erdélyben, a szülőföldön. Az egész máramarosi közösség felé történő nyitás jegyében a jelöltek bemutatása a szervezet székháza előtt nyilvánosan két nyelven zajlott. A szövetség megyei és helyi struktúráinak az elmúlt 4 évben történő megerősítését követően az idei választásokon magas célokat tűz maga elé a máramarosi RMDS. A legfontosabb célunk Máramaros megyében, hogy 4 évi szünet után visszajussunk a Máramaros megyei tanácsba. Ez vezet minden gondolatunkat, ugyanakkor az nagyon fontos, hogy minden településen megerősödjünk, ahol lehet még több tanácsosunk legyen, vagy ahol nem voltunk jelen a helyi tanácsban, ott bejussunk. A szervezet megyei elnöke azt is elmondta, hogy Máramarosban az RMDS önállóan indul a választásokon, az elért eredmények függvényében jöhet szóba bármilyen politikai konstrukcióban való részvétel. A nagybányai polgármester jelölt bemutatta a Zöld Terv helyi választási program 5 pillérjét, a kulturális örökség védelme, a város fejlesztése, a közösség építése, az oktatási és egészségügyi rendszer fejlesztése, valamint a környezetvédelem. Biztos vagyok benne, hogy sok olyan szavazó fogja a szavazatát az RMDS jelöltre tenni, akik eddig lehet soha, vagy nagyon ritkán szavaztak az RMDS-re. A számítások szerint a megyeszékhelyen 45 ezer körülire tehető a szavazni szándékozók száma, ebből 8 és 9 ezer közötti szavazat szükséges a polgármesteri mandátum megszerzéséhez. Amennyiben minden nagybányai magyar elmegy szavazni, a jelenlegi alpolgármester komoly esélyt lát, akár magyar polgármester megválasztására is.